Öreg ember a padon Budapesten a Szent István parkban gyerekek játszanak. Ritkán sétálok erre, mert általában ritkán sétálok. Sajnálom az időt a sétára, mert úgy csinálok, mint akinek folyton fontos dolga van. Gondolkodni, írni, olvasni, tanulni kell, haladni előre, valami jelentős, de láthatatlan cél felé, vagy tenni, lenni, menni, futni, valami fel nem ismer gyerekkori trauma rejtélyes ok miatt. Menekülök, valamit el kell felejtenem, vagy keresek valamit, Eszembe kell juttatni, amit elfelejtettem, vagy sose tudtam, de tudnom kellene, mielőtt meghalok. Mókus a mókus kerékben. Pörgés. És erről az én koromban már az infarktus sem szoktathatna le. Most azonban megyek sétálni, mert a doktor vértes, meg a feleségem összefogtak ellenem, és azt mondják, hogy vagy sétálok, vagy kórház lesz a vége. A kórháztól pedig még a sétánál is jobban óckodom. Sétálok a parkban, és látok egy könnyező öregembert az egyik padon. Az öregembert úgy kell érteni, hogy még nálam is öregebb, 10-15 évvel, de az is lehet, hogy csak öregebbnek látom, esetleg magamat fiatalabbnak. Ül az öregember, nézi a gyerekeket, és könnyezik. Lassítok. Még nem tudom, hogy megállok-e, vagy sétálok tovább egészségügyi utamon, de minden esetre tétován lépek egyet-kettőt. Nehezen teremtek kapcsolatot komor, dühös vagy síró idegenekkel. Félek a bajoktól, a problémáktól. Bajjuk be, félek az élettől, félek az emberektől. Pedig az író az emberekből él, és főleg a síró emberekből. Még a komédiák is nagy emberi szenvedésekről, fájdalmakról szólnak, nem a boldogságról. A boldog befejezés csak kedves gesztus, ráadás a komédia végén, hogy a közönség holnap is küzdve küzdjön. Elnézést, szólítom meg a padon ülőt elnézést, valami baj van? Az öreg megbillenti a fejét, de csak nagyon enyhén, nagyon kicsit, alig mozdítva jobbra-balra, hogy nem, nincs baj. Mert nem tudom, hogy a nálam szociálisan érzékenyebb magyarok, vannak néhány millióan, mit kérdeznének, mondanának még ebben a helyzetben? Hogyan próbálnának közeledni egy szenvedő emberhez? Érdekes, amikor írás közben elképzelem a hasonló jeleneteket, sokkal hatékonyabb, magabiztosabb és kreatívabb vagyok. Dráma és hiteles dialógusok születnek kedvenc olvasóim és kritikusaim szerint. Most pedig bénultan állok az élet sűrűjében. Éreztem, tudtam, nem szabad nekem csak úgy felelőtlenül sétálgatnom a szabad levegőn. Segíthetek, kérdezem halkan, de az öreg ismét csak a fejét ingatja. Aztán elővesz egy nagy kockás zsebkendőt, és lassan, nyugodtan megtörüli a szemét, kifújja az órát. Úristen, emberek még használnak valódi pamut zsebkendőt? Ezt fel kell jegyezni. Nem tudok tovább menni. Úgy látszik, anyám nevelhetett belém az emberektől való félelmen kívül valami olyasmit is, amit empátiának hívnak, pedig szegény korán elhunyt. Korán elhunyt. Létezik halál, ami nem túl korán viszel egy anyát? Megengedi intek a pad felé, és leülök. Bólint. Ülünk. Nem tudok mit kérdezni. Azt gondolom, talán majd mond valamit. Elmond egy történetet. Valakit elveszített, és az sivatja. Ez a legvalószínűbb. Vagy eszébe jutott egy régi-régi emlék a gyerekkoráról és azokról, akik szerették őt? Lehetséges. Esetleg egyik legnagyobb szerelmére gondolt, aki elhagyta, vagy akit elhagyott. Igen, ilyen helyzetben biztosan elkezd beszélni. A csend megoldja a nyelvét. Milyen szép kifejezés a magyar nyelv. Megoldja a nyelvét, amit a fájdalom, a szorongás, a bánat görcse kötött. Ha egy eféle szituációról novellát vagy regény epizódot írnék, tehát egy idős férfiról vagy asszonyról, aki könnyezve ül a padon, ahova az együttérző idegen letelepszik, majd egy ideig ülnek némán csendben, akkor némi hallgatás után a könnyező biztosan mesélni kezdene. Ezt minden nagyíró így csinálta, így csinálja, és nem csak, az élet engem igazol. Az öreg nézi a gyerekeket, ahogy szaladgálnak, bicikliznek, sivalkodnak, nevetnek, játszanak, aztán apró zavart mosolyal rám pislant, és végre megszólal. Nézem őket, látom a jövőt, és sírok.